Szlovák Sándorné, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott tanára a pedagógusi pályafutása befejezése után kezdett el komolyabban foglalkozni a fotózással. Amíg dolgoztam, mindig szerettem volna valami szépet is mellette csinálni. Nem azért, mintha a matematika nem lenne szép, de valami művészetekhez közel álló dolgot is szerettem volna csinálni. És amikor nyugdíjas lettem, akkor nyílt erre lehetőség. Több idővel rendelkeztem, és akkor vettem meg az első fényképezőgépet, és tulajdonképpen így kezdődött. Az alkotó a munkásságáról elmondta, hogy elsősorban tájak, valamint épületek fényképezésével foglalkozik. A most megnyílt tárlat anyagát a Világörökség hazai és külföldi helyszínein készített képek alkotják. Természetesen egy nagyon szűk keresztmetszetet tudok csak bemutatni, mert olyan gazdagság, ami nem fogható át, és ezek közül is olyanokat, ahol jártunk, tehát világörökségi helyszíneken, akár Magyarországon, Csehországban, Romániában, Lengyelországban, Horvátországban, Olaszországban, tehát ezekről a helyszínekről hoztam képeket. Az igazság az, hogy sokkal-sokkal több képet csináltam, mint amit itt ki lehetett állítani. Tehát a világörökségnek is egy nagyon kis szelete, amit lefényképeztem, és annak a kis szeletnek is egy kis szelete, ami itt van a kiállításon. Van-e egy-két olyan kép, vagy egy pár olyan kép, ami különösen kedves ezen számára, akár a helyszín, akár a fotózás különlegessége vagy egyedisége miatt? Hát most legutoljára Olaszországban jártunk, és nagyon szép helyszíneket láttunk. Rómában, Vatikánban, aztán lent voltunk a Vezúvnál, igaz, hogy ott nem nagyon készült kép, de Pompeiben. Ezek kedves képek, és mivel nagyon kevés időt tudtunk ott tölteni, ezért vágyom vissza, hát ha még egyszer sikerül elmenni, és sikerül még szebb képeket csinálni. De kedves volt minden helyszín. Azért is kedves volt, mert ez ilyen csoportos utazás volt. Kedves ismerősökkel mentünk, és jó hangulatú volt minden egyes kirándulás, és igyekeztem minél többet megörökíteni a látványból. A kiállítás ünnepi megnyitóján elsőként dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki az alkotó méltatása mellett a fénykép készítés jelentőségéről osztotta meg gondolatait. A városvezető kiemelte, hogy minden egyes kép érzelmeket, gondolatokat és véleményeket hordoz magában. Egy kép sokat elárul. Ha akarjuk, hanem a kép mindenféleképpen valamilyen véleményt formál barátainkban, ismerőseinkben, vagy stílszerűen ügyfeleinkben. Az irodánk falára is képek vannak kifüggesztve, de ezek a képek minden esetben az iroda használójáról beszélnek. A kép céllal került oda, és világnézetünk egy szeletét ábrázolja. Minden kép véleményt hordoz, legyen az portré, termék, vagy mint itt a kiállításon épületfotó tájkép. Képeket készítünk, vagy készítetünk, de értjük, hogy a kép már elkészültekor egy visszavonhatatlan vélemény is lesz arról a témáról, amit a fotós lefényképezett. Amit lefotózunk, az megörökítetett és felejthetetlen részévé válik a világnak. Véleményt tükröz, és egyben a szemlélőben véleményt generális. Ahogyan a kandallóban lobogó tűz, a fénykép is kivált az embereké, a messzi tájaké, a távoli városoké, ábrándozásra csábít. Írta ezt valahol Susan Sontag. Gondolatok, érzelmek, történetek, vélemények egyetlen vagy több pillanatba sűrítve, az idő múlása folyamán emlékoszlopokká válnak. Életünk részévé lesznek,
A jelen fotográfiái hamarosan történelemmé formálódnak. Segítségükkel egy pillanat alatt fel tudjuk idézni azokat az emlékeket, amelyeket egykor oly fontosnak tartottunk. Ezen felelősség tudatában lesz egy jó fotográfus részese életünknek, munkáinknak, élményeinknek. Dr. Fekete Zoltán polgármester az alkotó munkásságát is méltatta. Azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék arra, hogy városunkban él olyan fotós, aki hivatásszerűen fényképezik. Én láttam természetfotóit is. Döbbenetes képek voltak azok is. Azt gondolom, hogy méltán lehetünk rá büszkék. A tárlat anyagát Jacsó Balázs, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola művésztanára nyitotta meg, aki a szakmai szempontok mellett személyes tapasztalatait is megosztotta a résztvevőkkel. Jacsó Balázs elsőként a kiállítás megnyitó céljáról és hátteréről, valamint a tárlat jelentőségéről beszélt. 1972-ben elfogadott világörökség egyezmény kritériumai alapján az UNESCO 2011. augusztusáig 153 állam 936 helyszínét vette föl a világörökségi listájára. Ebből 275 kulturális, 183 pedig természeti kategóriában került felvételre. További 28 világörökségi helyszín besorolása úgynevezett vegyes kategóriában történt, mivel ezek egyformán képviselnek kulturális és természeti értéket. A kulturális és természeti örökséget egyre inkább nem csak a hagyományos módon fenyegetik megsemmisítéssel, hanem azok a változó társadalmi és gazdasági körülmények is, amelyek a helyzetet egyre félelmetesebb, károkozó vagy pusztító jelenségekkel súlyosbítják. Emellett szól az is, hogy a kulturális és természeti örökség bármi részének pusztulása vagy eltűnése súlyosan károsítja, súlyosan csorbítja a világ valamennyi nemzetének örökségét. A művésztanár ezt követően a kiállítás anyagának méltatására tért át. Hiszen mindannyian külső személyi, nézői vagyunk csak egy fotónak, és csak azt látjuk, amit a fotó szeme enged, vagy látni szeretne. Így az optikán keresztül ővezetve a tekintetünket, mint a festő egy festményen keresztül vonalakkal, a fényekkel. A kiállítás címében szerepel a sírva szó. Azt gondolom, ez a rohanó világban igen fontos, szándékos lassítást teszi lehetővé, hogy észrevegyünk olyan dolgokat, amelyek mellett egyébként szó szerint és átlag értelemben is elrohannánk. A szakmai méltatás után dr. Kellner Józsefné köszöntötte Szlovák Sándornét, aki a Pedagógusok Nyugdíjas Klubjának üdvözletét és jó kívánságait tolmácsolta, ezen felül ajándékkal kedveskedett a fotóművésznek. Az ünnepséget Szabó Eszternek, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjának hangszeres, és Virág Mártának, az iskola diákjának verses előadása színesítette. Bíró Évának és Verhóczki Milánnak, a Matyó Néptánc Együttes tagjainak előadásában pedig Matyó táncot láthattak a jelenlévők. Az ünnepség végén Szlovák Sándorné zenés fotós összeállítását tekinthették meg az érdeklődők, akik ennek köszönhetően virtuális sétát tehettek a világörökség helyszínein. A tárlatot május 25-éig tekinthetik meg az érdeklődők a Közösségi Ház emeleti kiállító termében. A fotóművésznek a mezőkövesdi kiállítás mellett május 9-én Egerben is nyílik egy tárlata. Fények, színek, hangulatok lesz a kiállításnak a címe. A Bartakovics Közösségi Házban lesz ez a kiállítás. Tagja vagyok az Egri Fotóklubnak is, és ott kértek meg erre, hogy egy néhány képből kiállítást rendezzünk. Úgyhogy május 9-én szívesen látok bárkit, akinek van ideje és kíváncsi képekre, azok jöjjenek el. Szlovák Sándorné fotókiállítását május 9-én pénteken 18 órakor nyitják meg az Egri Bartakovics Béla Közösségi Házban.